Once again, I'm back around. Real shit back in style. Haters reconcile. I'm so black and proud. First class tickets now. Feet all in the eye. Everybody looking down. Everybody get red when you drown, huh? I don't need your endorsement. I don't need reinforcement. Giving you your last warning, cause I'm at my prime. Have I gone too far? Do you detect something different? If you look inside my head, would you say something's missing? I don't need your mandate. Don't need you to elevate. I'm about to detonate, cause I'm at my prime. Yeah. I'm at my hoppá, hoppá, szevasztok srácok, üdv mindenkinek, nagyon rég nem találkoztunk. Nagyon-nagyon rég volt az, amikor utoljára láttalak benneteket, úgyhogy üdv mindenkinek. Ez a mai nap egy kicsit overcontented, fogalmazzunk úgy, szóval most minden van. Happy Hour, Tomb Raider, Battalion, közben volt egy tech videó, és kiraktam egy új The VR-ra, egy új videót is kiraktunk, úgyhogy mi a fene történik? Még én sem tudnám eldönteni, hogy mi van. Srácok, ma a Battalion 2940... Milyen 2940? Miről beszélsz, Jani? Üljél már le a seggedre, maradjál már inkább nyugton. Szóval a Battalion 1944-et fogjuk megnézni, ami alapvetően early access státuszba majd február 1-én fog lépni, amikor mindenki számára elérhető lesz. Ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani nektek, 15 és 20 dollár között lesz az ára, magyarul 15 és 20 euró között lesz az ára a játéknak, szóval nem lesz annyira drága, mint mondjuk egy PUBG. Ez a játék nagyon régre nyúlik vissza a múltja, még Kickstarteren kezdték el ezt fejleszteni. Hát igazság szerint olyanok, akiknek nagyon-nagyon-nagyon hiányzott már a Call of Duty 2-es éra. 2-es, Call of Duty 4-es, maradjunk ennyiben. Szóval a fejlesztők el is mondják ezt, hogy ők azért csinálták ezt a játékot, mert nincs olyan játék, ami vissza tudná hozni azokat az időket, és az igazi hardcore FPS és multiplayert tudná nyomni. Természetesen azért én mondjuk tudnék ilyet mondani, de egyetértek velük, hogy második világháborús hasonló hardcore játék biztos, hogy nincs. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy ez egy ilyen időutazás lesz szerintem, srácok, legalábbis nagyon remélem, irányítást tekintve, a Call of Duty 2-höz vissza. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a játék milyen lesz. Ez most egy beta, szóval ha bármi baj van a játékkal, akkor az... Ez még egy beta. Egy closed beta ráadásul. És február 1-én pedig, ahogy említettem, Early Access lesz a játék. Úgyhogy srácok, kezdjük. Kezdjük, nézzünk bele, hogy milyen. Már most hallom, hogy olyan epic zenéje, vagy mindjárt beszarok. Úgyhogy most átváltunk erre a színre, de előtte szeretném megköszönni Cryptic-nek az egyéves támogatást, Slider-nek a 2 hónapos feliratkozást, Dancikának a 13 hónapos, mehet a lövöldözés, köszi szépen Dancika, Monár Roland, köszi a cheert, yes Tigris, epic intro. Köszi szépen, Monaland. Ez az, amit láttatok, nem én csináltam, ez a játéknak a hivatalos teaser trailere. Erdős Arnott, nagyon szépen köszi a feliratkozást, Johnny Hero, köszi a cheert, és Bianca, 2 videó, 3 stream tartalom. Ti kik vagytok? És mit csináltok a szemüveges ráccal meg a The VR? Bianca, baszki. Ja, most persze megbaszó nap, na, ez van. Gabalárm, köszi szépen az 5 hónapot. Na nézzük, ne húzzuk az időt. Ne húzzuk az időt, srácok! Átváltok erre a színre. Egész jó zenéje van, na. Egész jó. Éppen kitakarom amúgy a play-t. Itt van, alattam. Itt. Mögöttem van a play, amúgy. Besk, köszi szépen a feliratkozást.
Na nézzük. Nézzük, hogy milyen ez a játék. Aztán majd a beállításokat lecsekkoljuk később. Nézzünk egy... Team Deathmatch Domination Capture the Flag. Nézzünk. Nyomjuk egy árkádot egy bemelegítésnek. Hú, basszus srácok. Bassza meg. Egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem. Elnézést kérek tőletek. Csak ez... Enélkül elég fura lesz. Be van kapcsolva a V-Sync. És az nem jó. Egy ilyen játék az nem nagyon. Ez az, azt mondja... V-Sync off. Köszönöm szépen. Na! Match ready allocating server. Előre szólok, nem vállalok felelősséget. Azért, hogy itt minden rendben lesz, szóval bízunk benne. Na! Megy ez. Nem tudom, milyenek lesznek a szerverek. Plazmodik, szevasz Jani, no tartalom, ez már csak ilyen. Pont jókor érkeztem haza, a kis nosztalgia és újdonság hibridizon. Na jó. Na várjatok, te kicsit ez. Dynamics? Az van. Oké. Mivel tudok lenni? Kar? Mindenki karral van? MP40 STG? Nyomjuk egy kart, basszus. Most nem azért. Tudom, hogy buzis, mert mindenki azzal van, de nem baj. Nézzük meg. És hol van a... Most pisztolyjal lettem? Nem voltam elég gyors? Na bassza meg, nem baj. Úristen. Iszonyatosan fluid, ahogy a mozgás. Ez velem van jó. Sniper van itt valahol. Oh! Mi volt az? Haver, ez... Kicsit gyorsan lőz a fegyver. Oh! Na ez, érzitek? Én már érzem, bár meghaltam, de akkor is. Hú, de adja az... Hú, de beszartam. Itt jönnek bent? Itt van a bent? Szép! Na bassza meg, ez gyorsabb volt egy kicsit ez a srác. Jó, hozzá kell ez még szokni. Kicsit a Sensi fura. Látok csak Control, azt mondja mouse sensitivity, egy kicsit lejjebb kell vegyem. Ez kevés. Egy kicsit jobb lesz így, kicsit túl sok a Sensi. És el kell foglalni, és akkor nekik is, jaj, elfoglalták a zászlónkat srácok. Most nézem Taken. Itt van. Basszus! Leszedtek! Ú, de adja! Srácok! Jó lesz ez. Kurva jó hangok vannak, mert tetszenek a hangok. Nektek is? Nekem bejön a hang. Csak egy ideig tudunk sprintelni, aztán elfárad a karakter. Szóval van egy ilyen gyors sprint. Szóval ezzel szerintem kicsit tartalékolnunk kell magunkkal. Basszus, oldalra lelőttek! És hogy lehet váltani... Choose card? Hát ez mi? Choose card. Jó, hogy melyikkel leszek? Aha. Legközelebb, következő körben egy STG-vel nyomunk. Eltártam! De... Várjátok? Itt volt? Vannak itt egy párom. Ah, töltöttem. Itt van az enemy, A potétó, nem baj. Itt van lent még egy.
Basszus! A sniper, na majd kipróbáljuk. Nem baj. Gyakorlatilag ez egy capture the flag, és 1-0-ra vezet az ellenfelünk. Ami nem túl jó. Basszus, már itt van a megint, ott van, ott vannak a zászlóknál, elfoglalták. Várjatok csak. Vissza a karra. Jóval visszaszereztük. Jó, jó, jó. Tovább. Valahogy kihajolt a srác, láttátok, hogy hajolt? Én nem tudok hajolni. Itt van egy balra. Bassza, és még mondtam is, hogy ott van egy balra, és nem ölt. Valahogy lehet hajolni? Jól gondolom? Látok csak, azt mondja, ma... nem. Lean left, Q meg E. Jó, hogy ez a lean. Jó, azt mondja, kicsit jobban bedől. Kellett, bassz meg! Ó, bassza meg. Oké, na, szóval ebbe is lehet lefeküdni. Ez már nagyon jó, mert alapvetően akkor lehet ilyen dropshotokat lőni. Just like the old times. Basszus, basszus, basszus! Érezni kell, srácok, érezni kell. Az a lényeg, hogy ahogy látom, hogy lehet ezt lehet állítani. Ha bezoomoltak, akkor úgy marad. Nem kell lenyomba tartani az egeret. Ami amúgy tök király szerintem. És a reflexemmel pedig vannak gondok, de semmi baj. Már elfoglaltam megint a zászlót, ez hihetetlen. Most kéne rápusolni az övékére. Potétó, potétó! Látok? Éj! Egy MP40-es kipróbálunk még. Megvan? Ne ijeszges már, Nova! Ne ijeszges már, hallod, beszartam. Hozzak vissza a zászlónkat. Hú, az velünk van, jó? Semmi, semmi, hello, szevasztok! Bassza meg! Nem áll, hogy átúr a sniper ez így! Bassza meg! MP40. Mindig átugrani, onnan! Amúgy megmondom őszintén, srácok, szándékosan ilyen a játék grafikája, még mert... Ez most komoly, egy spawn killer. Szóval szándékosan ilyen a játék grafikája, 5v5, ez mindig 5v5. És szándékosan ilyen lebutított, úgymond. Szóval még mielőtt valaki nagyon beleköt a grafikába, ez teljesen szándékos, és nem is akar versenybe szállni a triplás játékokkal. De valamilyen szinte szeretne ez a játék kompetitív lenni. Nézzük egy scoped kárt. Ilyenkor eltűnik az egér, az kurva idegesítő. Nem tudok választani. Karanda best. Kipróbáljuk azt is. Elég szarul állunk. Round lost. Na basszus, nem baj. Nem baj, nem baj, nem baj. Ez egy capture the flag volt. Pocsinki. Pocsinki is the best. Mi volt? Mi a neve? Cause Pocsinki is. Nem tudom mi. Na, ezt elbuktuk. Semmi baj, srácok. Bele kell jönni. Bele kell jönni.
Nagyon szépen köszönjük a támogatásokat, srácok! Márk, köszi szépen a subscribe-ot! Na végre itt tudok lenni, megszületett nekem is a kis ninja vadékom. Jó játékot, János! Jó szórakozás mindenkinek! Köszi szépen, Márk! Menni fog ez persze, srácok. Nem is ezzel van a... hozzá kell szokni. Tényleg hozzá kell szokni. Jelenleg nem tudom, mi történik, de amúgy jól néz ki ez a rámpa, tetszik. Lost Connection to Lost. Jó. Na nézzünk akkor, hát ha benyom nekünk mondjuk egy deathmatchet vagy valamit. Úgyhogy igazán kielvezzük ezt az egészet. Ez a Capture the Flag annyira nem adja. Battery. Ez a pályának a neve, gondolom. Garand? Garanddal nyomjuk. Most amerikaiakkal vagyunk. Aha. Ha megint Capture the Flag. Beszarok. És 1-0-ra vezetnek? 3-0-ra vezetnek. Mi? Capture-öljük? A kurva életbe, ezek kicsit nyomják. Enemy flag return. A kurva be fogják vinni a zászlót. Köszi szépen, matchmaking, köszi szépen. Hangolj le, round lost. Úgy érzem, hogy nagyon sokat hozzátettem ehhez a meccshez. Evgeri, nyomja, Jani, szeretném hallani azt a garant chillingelést. Az lesz, hát hogyha engedi a játék, mindenképp. Harminckét killel van itt ez a CMB gyerek, bassz. Itt van valami, itt a meccs ennél lehet tovább kéne nyomnia. They dropped our flag. Még fel se vettük. Ó. Oh. Ezzel kell tolni, srácok. De a potétó, figyelj! Úristen, mi a fasz? Az az igazság, hogy nagyon magas a szenzi. Kicsit ezen is... Frame cap! Takarodj már, mi ez a 60 Hz? Mi ez a 60 Hz? Jó. Ultra, ultra, ultra. Ezt kéne... kicsit lejjebb venni. Rá kell erre érezni, bocsánat, srácok. Itt a garand egyébként. Nyomom bele. Ready. Ez most capture-ös. Ó, ez nagyon jó. Ezt a kódba is szeretem. We're capturing B. Jaj, nem lehet átmenni. They're capturing B. They're capturing B. We're taking A. Oh, yes. We're capturing B. We've taken A. És ilyen visszahílelő? Aha, igen. Én vagyok hülye. The enemy is taking C. Enemy is taking C. They're capturing B. Ajaj. They've got C. Igen, elég sokan vagyunk itt án. Gyanús. The enemy is capturing B. Hogy benézett a srác. Ő le is szeret. Szép volt. Na nézzük ezt a garandot, srácok.
Benissze, megmondom, hogy itt egy más figyeltem. Azt hiszem, hogy közben, hogy a balasú sarokba... Ja igen, látjátok tőlem, ott vannak a pontjaink. Itt volt egy ember. Óvatosan. Basszus! Na jó. Nézzük a többi fegyvert itt az amerikai oldalon. Thompson. Megnézzük a következő körbe. Ready? És itt nem lehet újra tölteni. Nincs újra töltés. Ha kifogy, akkor van újra töltés. Ahogy kell. Na jó, menj a picsába, Lilja! Biztos... Nézzük ezt a Thompsont. Valahogy... Ezen a folyosón túl kéne menjünk. A smoke lesebez, vagy nem? Basszus, jól nyomja! Jó. És van egy... Ez milyen? M1 karabin. Az nem adja, mert... Olyan fura ennek az Iron Sight-ja ennek a Thompsonnak. A gránát, a gránát! M1 garant. Vagy M1 karabin. Ez jó lett. Ez jó lesz, érzem. We're capturing B. Capturing-eljük. Basszus, de hát rögtön lelőnek, ez... Hát igen. Gyakorolni kell. We're taking A. We've taken A. A végre. Valami a miénk. Kicsit... Kicsit... Nagyon kicsit fura a kontroll, de meg lehet szokni, és amúgy nagyon állat. Na bassza meg! They're taking A. We're on Z. Ennyi baj legyen. Kettő? Ja nem. Ja, mi volt ez a kettő? Foglalom a pontot közben. Foglaltam a pontot. They're taking A. Jóci, köszi a 3 hónapot, és Mazsó! Azt a csipás tigris minden itt, Jani bátyja, instant headiget a gamehez, köszi szépen! Hát... többen is voltak, igen, de na. Szóval szerintem ezzel kéne játszani, én nem baj. A hétvégén biztos, hogy fogok ezzel játszani, srácok, és mire elindul február 1-én a játék, addigra pró leszek, és lesz mit nézni. Ezt nagyon sokat kell gyakorolni, szerintem. Emlékszem, a CodeVV2-vel is így voltam, hogy lenyomtam egy streamet, kurva szarul ment. És aztán én nekiálltam, és egész sokáig játszottam vele, van benne vagy 60 órán, vagy 70 a CoD2-be. És nagyon, nagyon, egész jól ment a végén. Ez jelenleg a beta ingyenes, closed, tehát csak meghívó alapján lehet bekerülni. A játék viszont február 1-én lesz early access, és nagyjából, oké, ez nem jött össze, nagyjából 15 és 20 euró között lesz az ára. Nem. Oké. Okay. Kompetitívbe megyünk akkor.
Searching competitive. Rögtön kompetitívbe megyünk, srácok. Nincs mese. Competitive ranked worldwide, you must commit to a full game. Unlocks at level 10. Hát level 1-esek vagyunk. Accept. Nekem megnézzük, milyen a kompetitív. Narancs, közi szépen a 3 hónapot. Na, ez az! Meg vagyunk! Match ready allocating server. Hát jó lenne, ha allokálna egy szerver nekünk, az nem lenne rossz. Nem lenne rossz. Nem sokat játszottunk. Nem érzem magam annyira kompetitív readynek, de megnézzük milyen. Cső, Bly! Hát persze ranked. Rögtön ranked. Nem, 10, level 10-től van ranked. Ez csak kompetitív. A player cancelled before the match could start. Restarting. Miért cancelolod le, baszki? Csak egy kicsit kellene türelmesnek lenni. Ebben az kurva életben, nem igaz? Nézzétek meg, nem igaz, ez hihetetlen. Miért nyomnak rá az ember? Na, szóval ezt kéne megvárni. 5 hours later. Amúgy lehet az lesz, srácok. Waiting for it. Addig nyomj le Rainbow Six meccset. Lehet, Bence, hogy lemenne egy amúgy egy gyors, casual. Hopp, hopp, hopp. A Coastal, a kedvenc pályám, srácok, a kedvenc pályám van. Nem már! Amúgy nekem jobban, egy kicsit jobban adja a kar a németeknél, de most nem azért, de csak úgy mondom. Az igen? Ezek tudnak valamit. Hogy hajolgat? Gyere ide! Fúkó. Hallom. Ott van fent az ablakban. Megvagy. Kicsit fura a célzás.
azért van az, hogy... Nem, tényleg. Kicsit furra a célzás. Lehet, ez az aim skill-le van. Vagy ez mit, az mit állít? Fura. Na mindegy. 2010-es grafika. Srácok, könyörgöm, ne! Ne kezdjük már ezt a grafikai cuccot! Ez a játék azért néz ki így, mert így alkották meg. Szándékosan néz ki így, ahogy ez a játék kinéz. Komolyan! Ez egy kompetitív cuccra akarják, ami nagyjából minden gépen elfut. És le van olyan letisztult, mint a kurva élet, hogy átlátható legyen az egész. Ez Shotty? A Shotty? Kergő, pontosan, amiről te beszélsz, ezt igazság szerint egy e-sport játéknak szánják a fejlesztők, de teljesen. Tehát ez a full e-sport. Kérdés az, hogy összejönne nekik, vagy hogy lesz elég támogatottsága, jó kérdés. Ez még egy beta játék, szóval semmiképp se lehet erről most még vélemény mondani. Az irányítása nem olyan rossz, van nagyon picit fura a célzás, hogy így... Néha olyan fura, nem tudom elmagyarázni. Már rájövök, hogy magyarázzam el. Oh. Amúgy elmondanám nektek, hogy akik ezzel a játékkal játszanak, azok eleve szerintem kb. Ilyen full low beállításokon fogják nyomni. Ahogy kell. Most ultra játszunk a stream kedvéért. Új, ez gond! Ah, kurva életbe hátbelőtt pisztolya. Hol van az utolsó játékos? Mi történik vele? Az igen? Na meg is ott idra. Ah! Egy ember kell még, gyerünk! A kurva életben. Gavesz, köszi szépen a 3 hónapot. Nem túl stabil még ez a server park, ugye ez a mögött a játék mögött, de nem baj. Nem tudom, hogy van-e benne team kill, eddig az arcade módot próbáltuk ki normálisan, abban nem volt. Lehet, hogy kompetitívben van. Nem csatlakozott fel az utolsó játékos. Maxora lép be, te is. Ingyenes a béta, igen. Megvárjuk, hát ha sikerül szervert találni. Hull vissza, amúgy valamilyen szinten igazad van, nem tudom. Kod feelinget nagyon adja, csak nagyon hozzá kell szokni az irányításhoz, mert kicsit fura. ...2222-en vagyunk! Yes! Ez jelent valamit. És addig közben lehet nézelődni. Szóval van ilyen training, Clan Wars? De menő. Csinálunk clan, srácok, rögtön. Ezek a beállítás...
Fixed weapon model, view model, be lehet ezt is kapcsolni, left handed weapon. Hát itt minden van. Na menjetek majd így be lehet ezeket állítgatni, mennyire legyen elől a fegyver, mennyire tarts előre a... Fent, na menjetek ezt, ez nagyon durva. Head bob, fix minima rotation, card pickup scale. Show kill field show. Mindent be lehet állítani. Nézzük FPS-t. Ez a control. Hát jó. Varrok? Mi az a varrok? Varrok. Nem vágom. Korenzi. Mit kérdezem, mi az a játék? Lehetséges, hogy jött hozzá még egy update, srácok. Azért nem nagyon talál ilyen cuccokat. Na már ezt most megnézem. Mielőtt elkezdtem a streamet, pont jött hozzá egy 400 megás update a játékhoz. Mondjuk akkor azt írta ki, hogy nem az a verzió fut nekem, ami kéne. Erre kíváncsi leszek. Yes, no, yes. Aha, látok csak. Nyomok egy Steam restartot. Pillanat. Azt mondja, hogy Steam restart, igen. Bocsánat, srácok, pillanat. Nincs update. Nincs update, akkor csak a szerverek gondolom le vannak terhelve, mint a kurva élet valószínűleg, én arra gondolok. Duka, amíg el nem indul az arcade. Pasi a kontinerben oda megy az edzőhöz, melyik gépet kell használnom, hogy fel tudjam szedni ezt a szőke csajt? A bankautomatát a bejáratnál. Úristen, Duka, basszus, ezek durva cuccok, ezek durva cuccok. És The Chris John. Köszi szépen a feliratkozást. Torres Alex, nagyon várjuk a Hunt Showdown-t. Kurvára várjuk ezt a játékot. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Nincs véleményem róla, mert nem tudom, hogy milyen. Mármint, hogy láttam persze gameplay trailert, meg alpha gameplay, de az semmit nem mond. Most a PUBG nem megy valaki a szemek miatt? Nem hiszem, hogy van összefüggés, srácok. Na nézzük, hát most sikerül. Arcade? Searching. Match ready allocative server. Na, eddig most ez jó. Hát, ha beragna minket, könyörgöm! Asus 730, nagyon szépen köszi! Tök jó zenéje van, tényleg, szerintem is. Hogy a Fortnite megelőzi a PUBG-t, Mr. Tiger?
nem bőven, lehet, hogy hülyeséget mondod, de szerintem már rég megelőzte a játékos bázisban. De lehet, hogy hülyeséget beszélek. Szerintem megelőzte a játékos bázisban már Fortnite, a PUBG-t. Hogyha arra vagy kíváncsi. Na! 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 Ez az. FPS, majd ki szakad, srácok. Ami ahhoz képest, hogy ultrán fut, jó, még 16 éve nézzük, de akkor is. Elég jó kis FPS van. Match, start. Oké. Megint az amerikaiakkal vagyunk, de miért? Springfield. Várjatok. Ez a baszógép Springfield, na nézzük. Na ez jó lesz. Olyan potato sniper vagyok. Enemy is taking C. Jó, akkor foglaljuk már el a, mondjuk az át. Srácok. Please. Van ebben voice? Basszus, bocs haver! Az fájadott. We're taking A. Ez velem volt. Még az A. Sorry. Megbaszott. Úgy érzem, vannak tapasztaltabbak is. El kéne foglalni ezt a B-t, nem? Itt van mellettünk, basszus. Oké, foglaljuk, foglaljuk, gyerünk. We've captured B. Ez fájt. Ez fájt. They're taking A. Bassza meg! Ó, nem már! We're on Z. The enemy has taken A. Elfoglalták át. We're on Z. We've taken Z. Nem volt betöltve, nem volt felhúzva a fegyverem, basszus, nézzétek meg. Turva amúgy, na, szóval ilyenekre figyelni kell ebben a játékban is, ami tök jó. Nekem ez tetszik. Ott fent egy az ablakban. Basszus, és hátba, és hátba! Hihetetlen basszus! Jó! Azt hittem én voltam, de nem? Na basszus, a sniper! Ezért basszák neki rendesen a sniperek. Ez a failsrer, ez nagyon basszák. Hé! Hey, ott volt a társam, nem lőtte! Be lehet kapcsolni, hogy mozogjon a fegyvere, kíváncsi vagyok, hogy... Kíváncsi, hogy milyen, amikor bekapcsoljuk, várjátok? Weapon... És akkor... Ilyenkor eltűnik az egér. Ez jó gáz amúgy. Takarodjál már. The enemy has captured B. Elfoglalták B-t. Egész jól állunk egyébként, srácok, most. Már nem látszik. Basszus! Oké! Okay.
Elfoglaltak át. Pöcs. Oh, kurva élet, rám jött. Oké. Srácok, látom itt a véleményeteket, így írjátok lefelé, hogy nem tetszik valakinek, hogy nem annyira realisztikus. Ennek nem is kell annak lennie. Nézzétek meg, milyen voltok ott kettő régen, basszus, az realisztikus volt. Kibaszottul visszaadja nekem azt az élményt. Abba is kurva szar voltam. Megnyertük, yes! Szóval a COD 2-ben is kurva szar voltam, és nem tudom, ez így adja. Tetszik. Szerintem aki nagyon régen szerette a COD 2-t, annak ez ilyen megváltás lesz az a játék, viccen kívül. Mert a COD WW2 az valamilyen szinte visszahozta ezt az érzést, de azért mégsem. És ez meg ilyen szép letisztult játék, nekem azért tetszik. De majd meglátjuk, mi lesz. Eddig azt mondom, hogy tetszik. Örülök, hogy tetszik egy pár ember. Nem hozta vissza az agyas, nem? Nekem teljesen olyan érzésem van. Nem, persze nem teljesen ugyanolyan a játék, ez egyetlen. Na, ezt kell tudom csinálja hamarabb. Átdob rögtön a következő mapra, ez nagyon jó. És akkor maradtunk bent ebbe a sessionbe, ha nem dob ki most. Mert eljinxeltem. Aha, valami van. Lehet, hogy mi bedob, de ilyenkor szokott kidobni a menübe. Aha, igen. Annyi baj legyen. Hát, ha sikerült találnunk. Ez mi volt? Láttátok, hogy pillanatra bevillant valami? Unknown map. Húha. Kezdődik. Próbálj meg megint a kompetitívet. Nem ingyenes a játék, srácok. A beta most van closed beta a hétvégén. Ez ingyenes. A closed beta ingyenes, és a játék maga február 1-ig lesz early access menedvető a Steamen, és ilyen 15 és 20 euró között lesz az ára, ha minden igaz. Köszi szépen, Derdakfru, köszi. Igyekszem. Ez a stream nem lesz hosszú stream, tényleg csak meg belekukizzunk gyakorlatilag, hogy milyen. Aztán hagyom mindenkit, hagyj játszol a hétvégén. Azért örülök, hogy pár embernek tetszik. Én azt mondom nektek, hogy február 1-én, amikor megjelenik, lehet, hogy nem pont aznap, de hogy ott körül biztos fogjuk nyomni. És lehet, hogy a hard móddal, mert ugye akkor meg leszünk ötem. Nyomunk egy ilyen délutáni streamet, ahogy a Rainbow Six-be szoktunk. Csak ezzel, aztán majd meglátjuk. Ez kompetitív most, srácok. Tehát most kiderül, mi van. Még úgyse láttuk. Basszus, na az biztos fájtott a kocsi mögött. Mi vagyunk hárman, nézzétek meg. Ne szarok. Még egy ember, gyerünk. Gyerünk. Ez a Thompson nagyon nem adja, vagy én vagyok béna, valószínűleg én vagyok béna, de nagyon nem, ez nem adja. És az nem halt meg, nem egy golyó, egy ember, basszus. Vagy a lábát lőttem el? Lehet.
Ez a scope fura. Pont beleugrott a gránátomba. Na, utolsó játékos, gyere be, kérlek! Hihetetlen basszus. Annyira megnézi, milyen ez a kompetitív. Okay. Van-e benne melee? Jó kérdés. Van! Ohohohoho, ugyancsak van. És nem jön be az utolsó, nézzétek meg, nem hiszem el. Jók a hangok, jók. Rendesen lehet hallani, hogy merre jön az enemy. Megint jobbról van egy. Oldalon a sniper. Lőni a falon egyébként. Azt vettem észre. Jó lesz ez, jó lesz az. Nem jön be, nézzétek be, végre lesz a meccsnek. Ő megkésed, bassza meg. Megnézem az animationt, hogy milyen. A match is over. Basszus, na, menjünk még egy kört. Hát, ha sikerül. Hát, ha sikerül. Bele kell jönni, srácok. Ez tényleg... Van egy nagyon fura irányítás. Nem tudom, ez mi? Ez ki? Ez ki itt mellettem ez? Húzza már. Ki volt ott? Valaki behekkelte magát mellé. Láttátok? Teljes verzió mikor változó? Arról nem tudok. Nagy Robert. Elméletileg, már egész régóta fejlesztik ezt a játékot. És mondom, 10-én lesz... 10-én? Február 1-én lesz Early Access. Az, hogy mikor jelenik meg a teljes játék, azt nem tudom. De nekem eddig tetszik. Csak van egy furcsa... Van benne egy furcsaság. Bárcsak meg tudnám mondani neked, Goffrey, milyen a hitbox. Eddig jónak tűnt egyébként. De... Only God knows. A mozgás fura. Nekem... N-War look. Nagyon fura a mozgás. Nem olyan kodos, hanem ilyen... Kicsit másabb. Másabbul mozog a karakter. Másabbul kell mozogni benne, ja. Pozícionálni talán. Agyas! Ez visszahozta, az új kod nem hozta vissza. Ez öregem, ez mindent visz. Agyas! Nagyon örülök, hogy így tetszik. Pityi, köszi szépen a csírt. Eddig jó a kompetitív warm-upja. Hát,
Nem tudom mit csinálni, srácok. Free lesz hozzá az összes DLC. Igen, azt én is olvastam. Hogy maga a játékot megveszi az ember, és az összes DLC, meg kiegészítő, meg minden plusz tartalom, az ingyenes lesz az. De nézzétek meg, itt elfogadja mind a 10 ember. Várunk körülbelül 4 percet, legalábbis eddig annyit vártunk a szerverre. Na, most nagyon gyorsan bejött, remélem nem lépett ki senki. És most belép mindenki. Haver, ott elő van a február 1-i vásárlás, nagyon helyes. Nagyon jól néz ki az a játék. Vagy most tetszik. Na, 4, 5. 5 játékos már bent, még 5 kell. 3 még. Gyerünk. Elbújtam, mert hallottam, hogy ilyen. Meg vagyunk 5-en, na! Három enemi hiányzik, basszus. Hát, ha betölt neki. Kettő. Egy. Ha. Gyerünk. Elkezdődött! Bomb! Ez Search and Destroy, basszus, srácok! A kompetitív! Hohoho, A, B, lerakó meg minden! Lehet beszélni? Ja, nem tudom beszélni, nincs mikrofonom. Team chat, az van. Voice chat, left alt. Ha, nincsen mikrofonom. Most nem tudtam be erről a gépre mikrofon. És hogyha valaki meghal, akkor meghal. Szóval ez ilyen rendesen ilyen. Na srácok. Jön valaki. Hallottam a rást. Ott van a basszus. Hol a bombás? Kire van a bomba? Ebben az épületben van. Gyere bombis, gyere, menj. Ennyi van. Rakjuk a bombát, nagyon szép. Melyikkel dobok smoke-ot? You're the last one alive, soldier. Én vagyok az utolsó. Az probléma. Srácok, yes! Fassa! Fassa! Jó az a kis garanda, adja! Bomb? Nálam van a bomb. Jó. Itt nagyon nehéz átfutni ezen a téren, azt mondja, hogy kellene a smoke. Rá kell jönni, melyik az a gomba, mert smoke. Már lelőttek egy játékosunkat. Amivel smoke-ot lehet dobni. Smoke. 4-es. Ja, hogy rá kell így váltani? Ba! Egész jó. Ha. Jó. Ott van a végén egy buzeráns, gyerünk. Megvan egy. Jó. Egész jó. El kéne valahogy jutni B-ig. Jövünk itt a házban. Aha.
Itt óvatosan. Basszus, basszus, shot is rám jött. Oh. Oh. Na, annyi baj legyen. Ez az egy, már csak dusk. Van. Egy, annyi baj legyen. Meddig tart a meccs vajon? Nem írja valahol? Dedicated server, competitive nem. Itt lehet loadoutot váltani, hogyha nem tetszik. Nekem megmondom, hogy szinte kurvára bejön. Nekem ez így teljesen oké. Nekem az teljesen oké. Na srácok, próbálj már meg valami értelmeset csinálni, mert ez így nem tetszik nekem. Lövik a smoke-ot. Nézzük meg ezt az oldalt, aha. Tetszik, jó. Melyikkel rakom le? Melyikkel a plentelek? Basszus! Melyikkel rakom le a bombát? Bassza meg. Melyik... F. You're the last one alive, soldier. Bassza meg, ez hamarabb kellett volna. AFK? Igen. Kamuzik. Nem bízom az emberekben. Fasza! Ez a kör is megvan, srácok. Rájöttük, hogy az F-fel kell lerakni a bombát, ami nagyon hasznos. Ó, basszus, négyen vannak. Ez jó szó. Miért ilyen magas a pingük ezeknek? Most nézem. Óvatosan, baszki. Gyertek? Ki nem van a bombó? Na! Hát basszus, itt gyakorlatilag három ellen játszunk, szóval ez annyira nem jó. Why is AFK in a fucking beta? Egyébként teljesen igaza van, megmondom őszintén. Gyakorlatilag három ellen játszunk, ez így annyira nem vicces, de hát... Na mindegy. Nem rossz ez a játék. His mom is probably yelling at him. You didn't do the dishes. Ez egy hülyék. Hop, hop, hop.
Ott, pedig nagyon elkaptam, de most lesebzett. Bomba, 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 bomba! Ó, basszus, lelőtt. Bombát kéne lerakni. Megnyertük. Szép. Meghoztam a kedveteket a Code 2-höz? Mondtam én, hogy visszahozza. Mondtam. Visszatöltődik a HP, Chris. Ja, ja, ja. Lesebezzek és visszatöltődik a HP. Csak várni kell egy kicsit. Nálam van a bomba. Bombi, bombi. Ez a Code 2.5. Amúgy simán lehetne annak hívni. Megvan, Mr. Jesus Christ. Meddig tart? Mennyi kör? Round 6. Igen, és meddig tart? Ez valami MR12 vajon? Vagy mi? Azt hittem valaki kirobbantani. Ó, basszus, majdnem meg volt egy double kill. Basszus. Így pont olyan szépen bementek egymás mellé. Na, change-ek egy loadoutot, most próbáljunk egy másik fegyvert. Mondjuk legyen valami jó kis sniper. Oh, 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 oh. Hot egy. Az agyas, a kód 20-ig ment, majd írok, kettő körre vagyok előtted. Oké. Okay. Ja igen. Marksman. Ja, hogy azért kell felvenni azokat a kártyákat a földről, láttátok a kártyákat, hogy azért kell felvenni a földről, hogy egyáltalán legyél azzal az adott karakterrel. Hogyha nem lősz le snipert, akkor nem tudsz sniperrel lenni. Na basszus, ez durva. Ez egy tök király kis rendszer. Most, ez, én nekem ez most esik le. Azért kell felvenni azokat a földről. Na basszus. Ez meg lelőtt. Esküszöm, úgy láttam, hogy belélődtem. Viszont ez így tetszik. Ez így van. Kell a karentán? Azért annyira nem. Azért annyira nem Code 2.5. Igen, pontosan, ahogy mondod, Duxty, megy a vadászat a karakterjelvényért, ja. Akkor ezek a kártyák, amiket felveszel a földre, és akkor azokkal tudsz lenni. Ez itt kempel ez a srác, jól. Nem? Leugrott és meghalt, basz. Amúgy már öten vannak, szóval valakit berakott. Most nézem, várjál már. Ja, most már öten vannak. Nem. Na, maradok én ennél a garannál, ez most bejött. Lesz Naked Tourist, ja. Több map is lesz, meg lesz ilyen havas map, meg minden, nagyon fasz a cuccok lesznek. Láttam már ilyen screenshotokat, miket terveznek a fejlesztők. Nagyon fasz a mapok lesznek, ha minden igaz. Hú, ez honnan? Ajajajaj, tapasztalt, ez ugrós téma, ez nem jön be nekem.
Hú, basszus. Ó, bassza meg, hogy rám jött. Nézzétek meg. Szép. Szép. Le is hozzák a kört. Ha csak dagizi, nem dönt úgy, hogy lehozza egyedül. Három ellen. Olyan, ez így meg gond? Lost! Na! Kezdik azt szedni magukat. Ez a default a carabine. Ja, igazatok van. Tényleg. És a rifleman, az milyen? Az lesz a garand? Ez a garand. Ó, jól van. Oké, okay, az M1 carabine volt, amivel az előbb lőttem, illetve az a default fegyver. És a garand az rifle. Oké, okay. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Már így van minden világos. És nincs gránátom. Az is limitált. Nekik viszont kurvára nem basszus. De elkapott. És füstöm sincs. De mit csinálnak a többiek? Jó Isten! Pisztolyjal lőnek átba. Rakják a bombát. Ja, mondjuk ez fontos. Ó, Midge az bassza neki, nézzétek meg a shotival, milyen leszeli az egész csapat. Szép! Na jó, oké, szóval akkor ezt is megtudtuk, hogy a gránátból sincs végtelen sok, és akkor azt is az elején lehet hozzáadni a loadoutot. Gránát 8, aha. Ha kell gránát... Ja nem! A rifle mehez nem jár gránát. De! Így lehet. Aha. Vagy ez a csapatnak lenne annyi gránátja összesen? 8-8. Na ez jó kérdés, ezt még ki kell deríteni. Most én maradok ezen az oldalon, hogy ne rassoljanak minket hátba. És bevárom itt ezt a srácot, mert ez itt végig, minden körbe rassol. Új. Van itt van jó az a srác fedezi azt a részt. Egy megvan. Itt meg hat a srác. Basszus, hogy nem tudtam lelőni, nem igaz, pedig de, kapták pedig. Nem baj. Kezdenek feljönni. Does everyone have toggle aim? Mi? Ja, hogy ez? Igen. Ami lehet, ezt fogom én kikapcsolni, a toggle aim-et, amiről beszél pont a srác. Ez olyan fura, hogy így tartja a fegyvert, nekem jobban tetszik, hogy amikor nyomom akkor. Mint a PUBG-be mondjuk. Hogy így hasonlatot mondjak. Vagy ott is be lehet azt szemállítani, hogy ne kelljen folyamatosan nyomni. Erre lelövi Dusk. Soldier. Mi? Van még itt egy. Valami van még itt, 27 másodperc. A sniper basszus. Igen, szerintem fél idő. Na, hogy volt a fél idő? Mennyi?
8-4, 12, MR12, ahogy mondtam, ja. Szóval, hogyha nyerünk még 4... 3? Hogy van? 4 kört kell nyerni? Nyerjünk, azt hiszem. Rég nem játszottam MR12-t. Na, szóval gameplay. És van olyan, ezt nem néztük még meg, a fixed view modellt, illetve... Lehet, hogy a gameplayben van. Nem. Nem láttam. Nézzük már meg így mi... Hoppá, nem ezt. Milyen, hogyha ezt csináljuk? Ilyen, milyen így a játék? Mozog a fegyver. Talán. Vagy nem? Ennyi lenne az extra? Vagy eddig is mozgott? B-re mennek? Az a srác elég szarul van itt. Wow! Yes! Oké! Okay. Görgővel lövök. Ne. De furi a görgő is, amit most úgy mondtad. Jó hétvégét mindenkinek, srácok! Én is egyébként szerintem még talán egy ilyen meccs belefér, és aztán end of game. Gagyi így, hogy mozog a fegyver, amúgy szerintem is kurva gagyi néz ki, úgyhogy én ezt ki is kapcsolom. De így is mozog, csak így valahogy jobb. Ugyan nagyon kitartja, hogy nem is tudom. Itt van bent egy amúgy jobbra. Most azt mondtam, hogy oldalba fog előni. Egy megvan. És itt van egy közvetlen jobbra, azt hiszem. Valahol ott. Egy ember él? Öljük már meg. Ott van hátul. Megöltük, yes! Szép! Így kell csinálni. Ott akar, srácok, pont ezzel akartam most lenni. Egy rifle menünk volt még. Remélem, hogy valakit le tudok vele lőni. Nem baszok el a kártyát rá. Opa, ez ott van. Op. Dead already! Kurva életben, de kibaszottul jó. Nagyon adja! Kap be! Itt van. Megvan! Meg! Basszus, hátulról lelőtt! Ott van Ann! Ajaj, mögötted van, baszki! Mögötted van! Dusk! Szép! De szép volt, Dusk! Passzad neki, haver! De az a baj, nincs több Rifleman kártyám, srácok, nem tudok karozni, pedig amúgy nagyon... Várjatok, az ott lehet? Na várjatok. De van! Basszul neki a kart, ne szarozzunk. Ez mikori game egészen bejön? Antalul most fog megjelenni.
Pityi, nagyon szépen köszi a cheert, és Rock Reaper, neked is köszi. Szeva! Basszus, jön egy bén. Kibaszott kurva jó, ez a game. Karnevál van, srácok, karnevál! És most, most megmaradt, mert túléltem a kört. Aha, a zsír. Egy már befutott balra. Itt van még egy. Szerintem. Aj, de elbénáztam, és én voltam az utolsó, nem. Aj, ezt nagyon elbénáztam, az utolsó satot. Megnyertük. 13, akkor nem, nincs vége. 13-at kell nyerni, hogy nyerjünk. Persze, 12, ez victory, victory. 25 perc egy meccs. Ez pont olyan, mint régen, nem? Nagyjából ennyi volt. Egy MR12, olyan 25-30 perc. Köszi, srácok! És akkor most vége van a meccsnek, és most maradunk együtt, ez a csapat? Nem, match is over. Na nézzük még egy kompetitívat, srácok, mert ezt nagyon tetszik. Az igazság. Nagyon bejön. Örülök, hogy tetszik nektek, srácok, nagyon örülök, tényleg. Creepy Tovaszki. Tört a game, tört. Jó zenéje van. Tényleg jó zenéje van. Hogy nyomjuk a switchet, Hun Soldier? Főleg, őszintén szóval, főleg Pisti. Ő gyakorlatilag szinte minden nap játszik switchel. Én ritkábban, mondjuk, hogyha valahova utazunk, vagy ilyesmi, akkor így viszem. De ennyi, ja. Na, csak összejön.
Na, except match ready. Match ready, ez az. Boros, nem tervezünk kipróbálni a LOL-t. Nincs ez most így... Tehetődött, mert alapvetően... Hogy is fogalmazzak ezzel kapcsolatban? Amúgy én már játszottam vele, nem streambe, a LOL-lal, csak ki akartam próbálni, hogy milyen. Vagy hogy mennyivel rosszabb vagy jobb, mondjuk, mint egy Dota. Nekem személy szerint, ha választom kell, én mindig a Dotát választanám a LOL-lal ellentétben. Jobban bejön az a game, jobban is néz ki, meg valamiért jobban tetszik a Dota. És a LOL-lal meg, hogy is mondjam, olyan túl megvan a közössége már is. Nem szeretnék ebbe belemenni, őszintén szóval. Kriptik, köszi a csírt! Szóval nem szeretnék belemenni. Ennyi. A nevem Peti. Persze, hogy hallottam a Last Man Standingről. Nem próbáltam még ki, de persze hallottam róla. Hihetetlen milyen türelmetlen sok ember, nem bírja megvárni, hogy meglegyen a cucc. Amúgy mostanában tudjátok, mivel játszom, basszus, beszartok. Heroes of the Storm. Azzal kenem mostanában. Esténként egy ilyen... két órát. Egy-két órát. Kibaszottuk bejön. Elkezdtem kardiózni. Ez nagyon jó, igen. Ez jó map. Na, meg leszünk erre a mapra. Az nagyon fasza lenne. Van ez a középső folyosó. Aha. Na, ez leszapatott. Működik! Heroes of the Storm stream legyen? Lehet, hogy lesz. Lehet, hogy lesz. Kezdődött a Carmageddon. Hát most egyelőre ezzel a cuccaim, ez nem is tudom már melyik fegyver. Ez a... Nem vágom. Megnézzük, hogy tudunk-e ezek mi voltunk, jó? Vagy ne? Nem. Meghalt az egy csapat. Meghalt az egyik csapattársunk, ja. Az hiba. Ott vannak gondok. Ó, itt lehet kempelni. Na. Mumus. Hát mumus haver, hát nem sok életed maradhatott. Négyen vagyunk, basszus. Sokat látunk majd ezzel a game-en játszani, Robert? Nem tudom még, nem tudom. Lehet. Tetszik nagyon. A fogalmam sincs. Amúgy megmondom őszintén, hogy így a PUBG mellé keresek valami olyan játékot, amit így gyakrabban elő tudunk venni. Ugye az úgy... És akkor az úgy váltogatnám, hogy egyik héten ez, másik héten PUBG. Mert a PUBG az... Számomra szerintem egy ideig így megmarad. Mert imádom, de ja. Mellé kéne egy másik game. Nem a Fortnite, nem? Karez, nem? Rájöttem, én egyszerűen a Fortnite-t képtelen vagyok játszani, tehát béna vagyok hozzá. Egyszerűen nincsenek meg azok a skilljeim, de tényleg. Lehet, hogy sokat játszik vele, akkor így belemelegednék, vagy nem tudom, de... Nincs hozzá türelmem. De lehet, hogy majd még amúgy elővesszük, azt nem mondom soha, hogy nem. De nagyon béna vagyok benne. Az tény.
basszus, a következő kb. Jól egy loadoutot cserélni. Négyen vagyunk meg... Ötel, hát... Nem jó. Várj, ám nem marad senki, srácok, srácok! Hé, hey, ez nem jó így. Honnan? De ez így nem jó. De erről bejönnek. Aha, itt is volt egy. Humus. Ú, de megijedtem, baszki, veled vagyok. Bén volt egy srác. Óvatosan ezzel, óvatosan. Explosives armed. Ne! Diffuse. Szép. Yes! Na várjatok! Azt mondja, hogy váltsunk egy... a Rifleman-t elvitték. Akkor az... Aha, Marksman. Nézzük. Valószínűleg ezek a kártyák, ezek a csapatra vonatkoznak, ahogy látom. Gondolom azért, hogy ne legyen mondjuk 5 sniper a teamben, mert az úgy... Ja. Aha, lehet, hogy így tartják meg a balanszt. Ez tök jó. Ez végül is lehet 5 sniper, hogyha kisporolja a csapat. Csak az ezer idő, amíg lelőnek 5 snipert az enemy csapatba. Fura kicsit a minimap, nekem az a nem tudok ugye el boldogulni. Nem tudom, honnan jöhetnek itt. Őszintén szólva. Erről. Bassza meg, leugrott! Ez nem igaz, ott is van egy ajtó. Azt nem tudtam. Ezt nem tudtam. Na nem baj. Most elbasztunk két kártyát, ez a srác se tudta lelőni. Igaz, hogy szerint egy ember él. Hú, valami sniper. Nem, kettő ember él. Ha jól hallotta, ott van bent. Ops. Egy maradt, egy csapattársunk, Tora. Kettő, 1v2. Nézzük. Elfutnak ára, nem? Mint hallottam volna A felül egy hangot. Csak azért. Ó, veszi fel a kártyát, nagyon jó. Oj, de szép! Az nagyon szép volt. 7 killje van a srácnak, és egyszer se halt meg. Nyomja neki. Lejárt az idő! Lejárt az idő! Nem tudta lerakni a bombát. Na! Na most a kar, srácok, na most kezdődik. A kardió! Kardió! Kriptik, az jacsírt! Nem tudom, lehet már mondtam, bocs. Karmolás, a karbantartás. Ja. Ez egy bérásnak tűnik. Ó, basszus, nem áll. Bérás volt. De akkor most megmarad a karunk, ugye? Meg. Jó. Hál az éne. Fradista, fogok én ma egyáltalán aludni? Fogok, nyugi Fradista, azért na. Én sem vagyok őrült. Milyen a gépigénye? Nem hiszem, olyan túl nagy gépigénye van a játéknak, most viccen kívül.
Pontosan nem tudom neked megmondani, de kétlem, hogy olyan vészes lenne. Az fájhatott azért, az a lövés. Nézd ki! Mi a szar van itt? Mi ez a folyosó? Ben van Bén. Ben van az egyik Bén. Nem. Rakja a bombát! Füstbe rakta, ha? Okos. Megvan? Nice! Nice! Itt volt fönt. Lekarcsosítottam őket! Ja. Egy. You're the last one left. Complete the objective. Egy. De fájatott ez neked, haver! De fáj! Karma! Srácok, karma! Jó ez! Kezd tigrisedni a helyzet, srácok, fogalmazunk úgy! Rakd őket karanténba! Jó Isten, srácok! Sehol senki? Itt bent lesz jobbra, figyelj! Bassza meg, hogy hamar lőttem! Miért lőttem ilyen hamar? Hát ez meg lehetett volna, nagyon szép double kill lett volna, de elbasztam. Na ennyi baj legyen. Nem baj! Meg is kell néha halni, srácok. Meg is kell néha halni. Round lost. Emcsike karmolta ezt a gyereket, a tigris. Elvitték a kart. Kurva élet. Marksman, den. Marksman, ez is kar. Csak szkópos kar. Ez egy kicsit nehezebb közelre, de nem baj, megoldjuk. Ez ilyen jó ez a quickscope-os téma, hogy lehet ilyeneket csinálni benne, mint a régi gémekben, ez nagyon bejön. Már megy bent a fight, gyerünk. Gyilkolj, ez az. Még egy. Na. Lesz ott még. B fele vannak.
Na, na, na. Szép tora. B nincs senki. Mármint tőlünk. B üres. Nem már. Szép. Hát, tora lehozta, mint a kurva élet. Szóval gránát kellene nekem. Smoke, smoke, smoke. Nem lehet csak egy gránátom, de miért? Defaultban két gránátom, és most még van egy rendes gránátom. Karizmatikus úrjem. Ú, azt nagyon de elnéztem azt. Basszus, és még azt hittem meghalok. Ez nagyon benéztem. Tök a verdugi. Ott volt. Itt van a srác. Hallom. Itt van bent. Bassza meg! Nem tudtam lőni! Na nem baj. Nem baj. Tora az nyomja neki ezzelre 13 killel, basszus állat. Win, yes! Nem voltam karizmatikus, nem? Ne haragudjatok. Nem tudom, nincs olyan kártyám. Érdekes. Marksment is elvitték. Nézzük meg egy Pathfinder-t. Na mondjuk ez is jó. Most ez is fogja adni szerintem. Ez a smoke, ez... Hát hagyva tuláljak hozzá. Ott volt. Basszus. Ő nem ölt meg. Ez nem az a játék, ahol így lehet lőni? Oké, ezt is megtudtuk, király. Vissza fogok váltani a main fegyverre. Hány map van? Én azt hiszem, hogy itt ebbe a beta, a close beta-ban van 2 map, vagy 3 map max. A véglegesben nem tudom hány map lesz, de azt tudom, hogy mondom, nagyon sok fajta mapot tervezik, a havas témát, meg mindenfajta cuccot, kíváncsi vagyok.
Tora, ne basszanak ki veled. Tora! Tora! Hát odaadtuk nekik ezt a kört is. Hogy már mi vezetünk, úgyhogy teljesen mindegy. Ja, maradok ennél. Az alapfegyvernél. Igyekszem valamit csinálni. A kileket, a szontot egy gránát 8-ra kerül, ez igaz. Na. Ott a... Itt se vagyok. Hűha. Ketten maradtunk, öt ellen. Négyen ellen. Három ellen. Yes! 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 Srácok! This is the way. I know the way. Ó, bassza meg. Azt vettem fel rifle. Ja, Marksman vettünk fel. Jó, semmi baj. Le kellett várni. Hát, ja, mondjuk neki kellett jönni, szóval felesleges előre menni. Kilenc, kettő. Felesleges előre rusholnám, úgy már eddig azt csinálják a többiek, de szerintem az fasság. Ez porn ez a hely. Szép. Ez a headshot, srácok, ez mi volt? Basszus, és ott van fent. Oh, később vettem észre. Ott van Bén. Úr, ez mi volt ez a headshot? Mother of Jesus. Veled van. Átfutott, jó. Tényleg, 10-2. Most mi támadunk? Itt van a NASCAR, srácok. Amerikaiakkal vagyunk. Itt izé van, garant. Ó, az szép. Az, ó, az nagyon szép. Belefutottam. Hol a picsába voltak a te... Nem ott voltak, mert én azért mertem ott kinézni, azt hittem elfutottak jobbra a társaim. De akkor rosszul gondoltam. Na nem baj. Annyi baj legyen. Beszoktuk. Na, maradok a defaultnál, spóroljunk. Na jó. Legyen Marksman Rifle. Kinézek ezzel ott azon a folyosón. Valószínűleg, hogy ők hamarabb érnek oda, azért ölnek meg minket mindig itt. Kiderült. Ó, szép! Na, még valaki? Esetleg? Nem igazán. Szeretném. Ára megyünk a bombával.
Most itt vannak? Menjünk ára. Ja, megnyertük, jó. Sniper! Kártya van, még pluszba egy. 11-3. Egy kör is döntetlen, két kör is nyerünk, srácok. Mindenki a bombát akar. Pont. Legyen pont. Cookie ski, gyerünk. Cookie. Nincs cookie. Éppen itt vagyunk benne, Bén. Óvatosan baszik. Várj. Mi történik itt? Van valami baj? Srácok, what's up? Szép! Bomb planted. Dobott ide egy füstöt. Nice! 12-3! Utolsó kör. Last round. Na, elmész a picsába, hogy nem halt meg. Gyere vissza. Ajaj. 7-5-3 lett. Bombát elejtettük. Betöltök. Meg ne kerüljenek minket. Megvan a bomba. Óvatosan. Megvan. Még egy utolsó. Egy ember él. Utolsó kör. Match point. Bassza meg alul! Ó, basszus, hát én az a baj... Igen, nem ismerem a pályát. De meg lesz, felrobban. Yes! Yes! Ott a win. Victory again, srácok. Szép! Gyűlik a pont, mindjárt 3-as szintű vagyok. Ó, basszus, majdnem. Na jó! Lépjünk ki a main menübe, srácok! Ez volt a Battalion.
mára, én úgy gondoltam. Megnéztük, fasza. A hétvégén valószínűleg még fogok egy pár kört vele tolni, úgyhogy ha tehetitek, ti is nyomjátok. Február 1-én fog megjelenni a játék, ami, ha jól sejtem, akkor egy csütörtöki nap. Csütörtök? Érdekes. Lehetséges akkor, hogy csütörtökön, azon a február, tehát két hét múlva csütörtökön, akkor nem PUBG lesz csütörtökön, hanem ez. És ezzel fogjuk tolni, és akkor megcseréljük, és akkor azon a héten kedden lesz PUBG, és csütörtökön ez. Majd meglátjuk, meglátjuk, meglátjuk. Február 2? Nem február 1? Na várjál. Lehet én tudom rosszul. Lehet én tudom rosszul. Krisz, lehet igazad van. Várjál. Egy, február 1. Azért mondom. 15 euró lesz. Na, Wesselmeister, köszi szépen az infót. Szóval február 1 a csütörtök, úgyhogy meglátjuk. Nem mondok semmit fixre, az is lehet, hogy a csütörtöki délutáni streambe fogunk mondjuk, nem tudom, a hard móddal játszani, fogalmam nincs, meglátjuk, de valószínűleg február 1-én fogunk vele játszani, amikor megjelenik. Addig is nyomjátok ezerrel. Köszi szépen, hogy ma itt voltatok. Ineisszal köszi szépen a feliratkozást. Szóval nagyon szépen köszi, hogy ma itt voltatok, nagyon szépen köszi, hogy ma egész nap valaki egész nap nézett meg minket, és állatok vagytok, srácok, tényleg. Most én is megyek, kicsit pihenek. Jövő hét hétfőn visszatérünk hozzátok a Happy Hour-rel, és minden folytatódik úgy tovább, ahogy volt. Aki esetleg lemaradt a YouTube videóinkról, akkor most be lehet pótolni. Tech videó is van, és új videó is van a The VR-on. Nézzétek! És aki pedig ezekre nem kíváncsi, az mindenképpen maradjon itt, mert szerintem be fogjuk hostolni az E-League meccset, úgyhogy aki kicsit csét akar nézni profi szinten, hogy milyen, az maradjon, és még azt is nézhet. Úgyhogy hamarosan folytatjuk, srácok. Kellemes hétvégét mindenkinek. Hát szevasztok. Szevasztok. Peggy 18. Hey, let's go. Bet. Yo, once again I'm back around. Real shit back in style. Haters reconcile. I'm so black and proud. First class tickets now. Feet all in the eye. Everybody looking down. Everybody get red when you drown, huh? I don't need your endorsement, I don't need reinforcement. Giving you your last warning, cause I'm at my prime. Yeah. I'm at my prime. Whoa. Have I gone too far? Do you detect something different? If you look inside my head, would you say something's missing? I don't need your mandate, don't need you to elevate. I'm about to detonate, cause I'm at my prime. Yeah. I'm at my prime.